könnyű zenei kaleidoszkóp. Hál' Istennek a könnyű zene azért van, hogy mi boldogok legyünk, élvezzük, felüdüljünk tőle, jó kedvünk legyen, és bizony szeretjük azokat az előadó művészeket, akik ezt a műfajt gyakorolják. Ebben a mai beszélgetésünkben is különleges dalokról lesz szó, majdnem mind a színház vagy a film világából kerül ki, és érdekes módon slágerré válnak, mint egy táncdal. Aki énekelni fog nekünk, az nem más, mint Kovács Böske, akit imádunk, szeretünk a jó kedvéért, a hangulatáért, és általában a dalok is, amiket választasz, az mindig ugyanezt a jó érzést kelti bennünk. Örülök, hogy el tudtál jönni. Szeretettel köszöntelek téged és a kedves nézőket is. Igen, el tudtam most olyan pillanatomban vagyok, hogy tudtam jönni, de ezután folyamatosan vannak menőkéim. Hála Istennek, hát meddig boldog egy művész, amíg színpadon lehet. De menjünk vissza egy kicsit az elejére, hiszen mindig is ezt szerettél volna lenni, énekesnő? Nem, igazából nem fordult meg az agyamba, de mindig színpadon voltam, tehát pici gyerekkoromtól kezdve. Hogy azt mondták, hogy na, Böske, menjél föl a színpadra? Meghallgattak. Hát volt a zenetanárnő, már kicsikorom, tehát a tanítónéni, az már színpadra tett, mert nagyon szerette, hogy énekelek, és volt, hogy versenyt is nyertem. És már mindig gyerekként. Ez a kellemes szoprán hangod volt? Igen. Abszolút neked nem is változott a hangszíned így? Hát kellett egy kicsit mélyíteni, mert ugye operettes hangom volt, aztán mélyítették ugye a Szófia utcai iskolában, ahol én emlékszem, jártam. Hogy volt egy idő, amikor igen. Majdnem bűn volt, ha valakinek hogy szép operett hangja volt, akkor hát az nem divat. Hát majdnem így jártam. Majdnem így jártam, ugye ott a suliba, amikor a Nógrádi úr mondta, hogy na, csinálták a műsorokat, operettes van, nótás van, és hát mondom, én tudok cigánynótákat is. Hát azzal mentem nagyon sokat. És tehát mondhatjuk, hogy már tulajdonképpen minden műfajban otthon vagy? Igen. Igen. Na, tehát akkor azt mondtad, hogy már az óvodában is fönn voltál a színpadon, aztán mi volt az iskolában, meg később? Jó, hát az iskolában is. Hetedikesek voltunk, amikor bandáztunk, együttest csináltunk magunknak. Nagyon sokat énekeltünk. És én fiúkkal én nagyon jól kijöttem. Tehát esetleg neked is volt ilyen állandó zenekar, akivel? Volt. Uh-huh. Ott olyan sulis zenekar, persze. Említetted a Szófia utcát, tehát ezek szerint jártál. Igen, hangképzésre, igen, előadás. Igen, beszédtechnika. Azt még Megyesi Mária tanította. Ó, Istenem! Kokas László tanította az előadásművészetet. Aztán még akkor Siliga Miklós volt a tanárom, az első, Bihari Tóth Zsuzsa. Aztán lett Tarnai Kis László. Tehát tulajdonképpen az énekes is folyton tanul, nem? Igen. Most is készülök, mert a Szirmai László nagyon szép dalokat írt, Pákerti Zsuzsi is. Most csináltam olyan csokrot magamnak, ami csak az ő daluk is van benne egy, ami a Tarnai tanár úr, és kértem én a Szirmai urat, hogy legyen szíves, és valami jó csattanós csárdást írjon hozzá. Hát most kezd a végére járni, egy szakasz megvan, még ír hozzá nekem. Na, hát reméljük, hogy majd akkor is vendégünk lehet Böske, amikor éppen egy ilyen kis magyar nóta, egy így veleget van, fogunk hallgatni tőle. Ma viszont érdekes dalokat választottál, hiszen ezek vagy egy színdarab, egy operett, egy zenés játék részei, ahol azt jelenti, hogy már kell az előadó művészeti tudás is, tehát hogy adod elő. Benned van ez? Szereted igen, a színpadot? Igen. Érzem, szeretem, igen. És ezt tanulod is, vagy ez csak úgy jön belőled, hogy... Úgy jön, de hát azért fel kell készülni egy kicsit, amikor tudja az ember, hogy mondjuk ide is készül az ember. Hogy... Mesélj arról, tényleg, hogy van az, hogy mondjuk hallasz egy számot, hogy ez nekem tetszik, akkor ott mi a menete, mire te magad ezzel kiállsz a színpadra? Gyorsan fogom magam, megtanulom a szöveget, a helyes szöveget, és utána próbálkozok. Hát viszem a tanárhoz, hogy lepróbálni, és akkor, hogy beüljön az nekem. Be kell egy kicsit ülni a számoknak. Tehát az még nem elég, hogy tudod, hanem az nem, egy olyan tartást kell, hogy adjon neked, hogy itt már nem lehet baj?
azután mész csak vele színpadra. Igen. És akkor hogy, amikor először a közönség előtt vagy, akkor még fejleszted, vagy cizellálod? Persze, persze. Azért például, amikor voltak ez a Nóta Olimpia, hát ott meg pillanat alatt meg kellett tanulni a szöveget, az előadást. Ja, hogy ott úgy volt, hogy rögtön tanulni, és rögtön... Hát egy hónap volt ráadva. Tehát nem volt ideje, hogy lehet, akkor azzal foglalkoztam, arra betettem, és tettem a hangsúlyt, mondjuk mentem én másfelé is, de hát akkor azzal a számmal többet foglalkoztam. Tehát tulajdonképpen tanulni mindig kell, igen, és a művész akkor van biztonságban, ha már a magáé a szám. Így van, így van. Hoztál nekünk, hogy ne csak beszélgessünk, hogy elhiggyék, hogy Böske énekel is. Mit hallgatunk meg először? Én mellettem elaludni nem lehet. Na, ne mondd! Igen. Nagyon szeretem ezt a számot, kedvelem. Akkor nehogy önök is itt mellettünk elaludjanak, hallgassuk meg. Ismerkedjünk tovább Böskével. 2015 nagy év volt a számára, hiszen aranykoszorús előadó művész lett. Ez hogy volt? Hogy kaptad meg? Mire emlékszel vissza? Hát ez úgy történt, hogy a Ipolynéken lehetett ezt a vizsgát tenni, mert ugye itt eltörölték, hogy nem lehetett ezt a rangot megkapni. És akkor oda el kellett utaznom, hát természetes felkészülni, mint mindenhova. Még a legkisebb színpadra is ugye készülni kell, vagy akárhova megy az ember, azt mondták a nagyok, hogyha két embernek kell énekelni, akkor is énekelj. És akkor mentem erre a megmérettetésre, és akkor ott megkaptam az aranykoszorús magyar nóta énekes. Hát mi is szeretettel gratulálunk érte. Aztán mi az, amire még úgy szívesen visszaemlékszel, vagy kikkel énekeltél együtt? Kikkel énekeltem? A legelőször. Hát gondolom, hogy a tanárurakkal persze, biztos. A tanáraimmal, igen. Nagyon szerettek, nagyon szeretem én is őket. Sokat jártunk mondjuk a Sirga tanárúrral, a Tarnai Kis László tanárúr, ő pedig a Erzsébet Liget Színházban minden évben csinálta a műsort, és oda vitte a tanítványait. És olyan különböző neveket adottam, minden nótáztam, cigánydaloztam, táncdaloztam, és mikor Charlestonra került a sor, akkor mindig Charleston királynő, és mai napig, hát azt mondja, hogy hát szerette, hogy többféle. Tehát én voltam a legsokoldalúbb. Hát ezt tulajdonképpen törzsnézőink már találkozhattak Böskével, és énekelt nekünk már táncdalt, más, nagyon sok műfajban.
Úgyhogy, de visszavárunk erre a bizonyos magyar nótával majd. És hogy telnek most a napjaid? Mit jelent neked egy fellépés? Mekkora nehézség? Vagy éppen boldogság? Boldogság. Boldogság. Szeretek menni. És akkor benned van egy kis druk, vagy már annyira megszoktad a színpadot? Nem, szerintem mindenkibe. Előtte azért természetesen mindenkibe van egy. Még a legjobb felkészülés mellett is van egy kis druk. Vagy a legkisebb előadásnál, vagy akár, hogy mondjuk van, amikor egymagam csinálok egy műsort, olyan is van, de van, ahol vannak többen. Például novemberben voltam Nagyvárad mellett, egy faluba, Síterbe, apukám szülőfalujába hívtak meg, és ilyen disznótoros valami volt, és ott volt egy együttes még, és hát ők külön gratuláltak. Ott biztos, hogy nagy hangulatot csináltál, igen, el tudom képzelni. Igen, nagyon szerettek én is őket, úgyhogy aranyosak voltak. És ahogy látom, a kollégákkal is jól kijössz. Mindenkivel. Nekem, én úgy érzem, mert én is szeretem nagyon az embereket, hát biztos, hogy azért szeretnek engem is, mert én is nagyon szeretem az embereket. Mondtad, hogy készültök valami buszos kirándulásra? Igen. Mi lesz az? Igen. Hát a nyáron megyünk egyszer Erdélybe, aztán még egyszer megyek Erdélybe egy másik csapattal, és azután meg megyünk Görögországba. Hát akkor nagyon szép év elé nézel, és minden hát, mellett közben még ugye az új dalokat betanulni. Igen, igen, igen. És mindezek mellé beleférnek még a fellépések is. Úgy intézzük, hogy férjen be. Férjen bele, erről jut eszembe. Hát van neked egy csodálatos férjed is. Azt mi mindenben tud segíteni? Mindenben, tényleg. Hogy képzeljük el, mit csinál? Úgyhogy ő a házi munkától kezdve nekem mindenbe tud segíteni. Ha elmegy, most is ő az öltöztetőnőm. Mindig. Jaj, de édes! ő szponzorál hallottam engem, persze, ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy nem. Hallottam, hogy ő a számítógép ördöge is, hogy ő csinálja az a weboldaladat. Bizony. Ő csinál nekem mindent. És soha hát nem féltékeny, hogy jaj Istenem, a feleségem ott van, aztán mi lesz én velem? Hát volt rá példa, hogy 10 évvel ezelőtt történt, mikor műsor után körbevettek a fiúk. Hát mert egy művésznő. Oda jött szépen aranyosan, Bözsikém, nem kér semmit. Jó, jelezte, nem hogy ez a dámad már foglalt. Nagyon aranyos volt, de nem, azért megbeszéljük ezt, hogy ez ezzel jár. Így van, tulajdonképpen büszke rád, én láttam, igen, ahogy rád, igen, néz, úgyhogy. És ez azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog. Egyébként a család még mit szól hozzá? Hát a család is nagyon örül. Büszkeik ők is nagyon. Igen. Megtudhatjuk, hogy persze. Kik vannak? Anyomnál, igen, van két fiúnokám, hát ők nagyon nagyok most már. 15 és 16, habár most már 17 lesz a Dani, és akkor 16 a kicsi. Úgyhogy a kicsi most fog majd ballagni, aztán konfirmál az idén. És ők is örülnek, hogyha örülnek, a nagyi persze, szép és énekel és csillan. Ugyanúgy örülök én az ő sikereiknek, mondjuk a kicsi az kézilabdázik, az nagyon sokat, igen, sokat jár. És én ugyanúgy, de hogyha csak közel vannak és tudok elmenni, akkor megyek a meccsre, megnézem, szurkolok. Ők is nagyon sokat jártak velem. Hát most már nem sok idejük van, de nagyon sok műsoromba eljöttek. Hát ez nagyon szép dolog. Viszont mi még mindig fogunk önöknek énekelni, illetve nem mi, hanem Böske. Mi lesz az, amit még hallunk? Hát a Maga rég nem lesz a világon, és a Hadszáré. Hadd csak úgy a Hadszáré, mert kellene ma végre egy kis Hadszáré. Kedves Böske, én nagyon örülök, hogy itt voltál, egy kis napfényt hoztál ide a stúdióba, és akkor ezzel a két dallal búcsúzunk. Kicsi magám, mert az én szívem ma egyszer titkon tüzet fog, minden pesti tűzoltó, nevetni fog. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig játék maga után.
Hadd szállj, hadd szállj!